estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most a polgármesteri hírpercek következnek az Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunkban. Dobos László polgármester urat az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről kérdeztük. Köszöntöm nézőinket a polgármesteri hírpercekben, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Arra kérem, először polgármester úr a Birkafűző Fesztivált értékelje. Hát csak egy nagyon rövid értékelést fogok most adni, hiszen itt a terepen vagyunk, a Kossuth téren. Én úgy gondolom, hogy sikerrel végeztük és fejeztük be a Birkafűző Fesztivált. Egy picivel kevesebb érdeklődő volt, mint a korábbi években. A tavalyi év az kiugró volt a 16 ezeres látogató számmal. Most bár még a számítások, számolások tartanak, körülbelül 11-12 ezer látogató volt. Ettől függetlenül előre léptünk a Birkafűző Fesztivál megrendezésében. Sok minden újdonság volt, ami felkeltette az ide látogatók érdeklődését, hangulat. Rendben volt, az időjárás jó volt, szerintem azért voltak kevesebben, mert pokoli meleg volt, és ez egy kicsikét elriasztotta azokat, akik féltnek ettől a hőségtől. Csak köszönettel tudok tartozni a szervezőknek, rendezőknek, akik hosszú hónapok szorgos munkájával hozták össze ezt az ismételten nagyon sikeres fesztivált. Mártír megemlékezés volt a napokban a zsinagógában is. Minden évben, július elején megemlékezünk azokról a zsidó honfitársainkról, akiket kitelepítettek, gettóba zártak, majd elhurcoltak. Sokan közülük, a 90%-uk sajnos nem tért haza. Úgy gondoljuk, hogy csatlakozva a zsidó hitközség éves megemlékezéséhez ott kell lennünk, és fejet kell hajtanunk a temetőben is, és a zsinagógában is. A napokban német és lengyel testvérvárosokból egy delegáció érkezett Karcagra. Zajlik a program, hiába a nyár az már csak ilyen. Valóban a krosznói és a schwarzheidei testvértelepülésről érkeztek polgármesterek és egyéb más szakemberek. Az éves eddigi közös programjainkat értékeltük, illetve előkészítettük az év hátra lévő részében közöttünk zajló megbeszéléseket, találkozókat. Előttünk van egy nagy program, majd szeptember közepén tájékán lesz megrendezve a lengyel testvérvárosunkban, Krosznóban az a bizonyos ifjúsági sportverseny, amit már harmadik éve szervezünk meg közösen. Eddig a karcagi fiatalok nagyon sikeresen vettek részt mindezeken. Remélem, hogy Lengyelországban is meg tudjuk mutatni farkas körmeinket. Egyébként nem csak Karcag és környékét mutattuk most meg a testvértelepülésünknek, hanem Szatmárba is elvittük őket, hiszen ott a Báthori családnak komoly hagyatéka van, és nyilvánvalóan a lengyel-magyar egyik közös királyunk is Báthori volt, úgyhogy aztán a lengyeleket ez nagyon-nagyon érdekelte, és természetesen ott olyan értékeket találtunk, ami mindannyiunk tetszését és az ő tetszésüket is megnyerte.
Az elmúlt héten azonban a diákok is testvérvárosunk diákjai is Karcagra látogattak egy első alkalommal megrendezett táborba. A magyar ajkú testvértelepülések közül Bácskasút falva korábbi években többször is rendezett tábort nyaranta fiataloknak, elsősorban általános iskolásoknak. És hát most volt lehetőség arra komoly támogatók segítségével, hogy Karcagra hívjuk a felvidékről, délvidékről, illetve Erdélyből a fiatalokat, és egy 4 napos közös program keretében ismerkedjenek, szőjenek kapcsolatokat, lazítsanak egy kicsikét a tanév végi fáradtság után, és lehetőség szerint a öntudatot, a magyar öntudatot azt fejlesszék és adják át egymásnak. Én úgy láttam a tegnapi búcsúzáskor, hogy nagyon komoly szálak szövődtek a fiatalok között, és ez mindenképpen azt jelzi, hogy érdemes volt belevágni, és tulajdonképpen a Bácskasút falvai kezdeményezést tovább folytatni. Az előbb említett, hogy telepen vagyunk, hiszen itt mögöttünk látszik, hogy folytatódnak a járdafelújítások a főtéren. Szépül a városunk továbbra is, egy picikét megálltunk itt a főtér járdafelújításával a Birkafőző Fesztivál idejére, de ahogy a vendégek eltávoztak, folytatni kell tovább a munkálatokat, és a térnek most már a keleti részén tart ez a járdafelújítás, illetve a 2 átkötő járdaszakasz is felújításra került. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk legnagyobb örömére, hiszen ez a szürke aszfalt most már akkor úgy tűnik, hogy eltűnik a város főterőről, és egy kicsikét megszínesedünk, szépülünk. Még egy picike kis játékot is beépítettünk az egyik járdaszakaszba. Az idősebbek bizonyára emlékeznek még az icka játékra, és hát ilyen színes kis térkövekből a gyerekek számára kialakítása került egy ilyen játék. Valószínűleg tartom, hogy előbb-utóbb úgy is felrajzolták volna a krétával, ezt megelőzendően alakítottuk ki ezt a kis játszóhelyet, de úgy egészében véve sokkal szebb lesz a tér. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget, köszönöm az érdeklődést, és miután itt van a nyári vakáció, illetve a szabadságolások ideje, mindenkinek nagyon kellemes pihenést, jó kikapcsolódást kívánok! Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, Prósz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével beszélgetünk, hiszen nyár van, elkezdődött a szünet a gyerekeknek, viszont vannak, akik az iskola falai között és nem falai között, az iskola kereteiben táboroznak. Milyen táborok vannak most? Az idei tanévben, a tanév nyári szünetében első alkalommal rendezzük meg az Erzsébet program keretében az Erzsébet napközi tábort itt az iskolában. 2 tagintézményünkben, a Kovács Mihály tagintézményben és a Kiskulcsosi tagintézményben összesen 100 gyermek vehet részt Erzsébet nyári napközis táborban. Összesen 3 turnusban, a 3 turnus július 4-től, illetve az azt követő héten valósul meg. Itt a Kovács tagintézményben vagyunk, ahol éppen fizikai kísérleteket néznek és kapcsolnak be a gyerekek, de úgy tudom, hogy más látványos programok is vannak a tábor ideje alatt. Így van, a tábor programját kétféleképpen lehetett megszervezni, lehetett tematikus tábori programot szervezni, illetve egy komplex tábori programot. A Kiskulcsosi tagintézményünkben tematikus program szerint töltik a gyermekek a mindennapjaikat, és itt a Kovács tagintézményben pedig komplex napközis Erzsébet tábor keretein belül. Ugye a tematikus kereten belül egy programot dolgozunk,
dolgoznak föl. Kint Kiskulcsosan a tematika célja a lovászattal, a lovakkal való foglalkozás. Ebben vannak különböző gyakorlati programok is, például elmennek a gyerekek a Kunlovardába, és ott lovaglási lehetőség van, illetve olyan foglalkozásokkal készültek a pedagógus kollégák, ahol ezt a témát dolgozzák föl, illetve a kézműves foglalkozások alkalmával olyan kézműves tárgyakat készítenek, ami ehhez a területhez kapcsolódik. A komplex Erzsébet táborban többféle anyagot dolgoznak föl a gyermekek, de mindenképpen van sport, vannak természettudományos ismeretek, van környezetünk szépítésre, van a művészetekkel való ismerkedés, tehát minden olyan fontos terület, amely a pedagógiai programunk alapját is képezi. Személyiségformálás, közösségépítés, mind-mind olyan témák és területek, amelyek fontos a gyermekek életében. Akkor azt gondolom, hogy azok, akik máshol nem tudnak elmenni nyaralni, csak helyben, a tábor keretében, azok is sok-sok élménnyel gazdagodnak. Itt, ahogy jöttünk be a Kovács Tag intézménybe, láttuk, hogy festésmázolás van. Egy picit tudunk-e a felújításokról beszélni? Igen, ugye a nyári szünet, ha nem is a nagy felújítások, de a karbantartási munkálatoknak az ideje, így van ez a mi intézményünkben is. Hál' Istennek a közfoglalkoztatott munkaerő segítségével a karbantartási anyagokat megvásárolhattuk, és minden telephelyünkön kisebb festésekre, javítási munkálatokra, PVC cserére, parketta csiszolásra, a világító testek karbantartására kerül sor. Ha nem is nagy léptékben, de apránként bízom benne, hogy sikerül a nyár végére elfogadható állapotba hozni a tantermeket, a folyosókat, az udvart, és a gyerekeket egy kicsit megújulva várhatjuk. A gyerekek azért még nem szeretik hallani, szerintem a következő kérdésemet, hogy mikor lesz a tanévnyitó? Hát ugye a tanév, mint mindig, szeptember 1-én kezdődik, és ugye ekkor szokott lenni reggel a tanévnyitó. Ezt persze a gyerekek nem várják, a pedagógusok sem nagyon várják, hiszen most így a nyár elején szeretnének a gyerekek is és a pedagógusok is egy kicsit pihenni, de hát nyáron is vannak teendők, tehát teljesen kikapcsolni azért mégsem lehet a pedagógusoknak, a gyerekeknek lehet, és kell is egy kicsit pihenni, hogy a következő tanév fáradalmait azt nagyobb intenzitással tudják viselni, és a tanulmányaikban ez a fáradtság az ne legyen gátló tényező. Akkor reméljük, hogy a pedagógusok is, a gyerekek is feltöltődve kezdik majd a szeptember 1-i tanévkezdést, és hát akkor sok-sok élményt kívánunk a pedagógusoknak és a gyerekeknek is. Én bízom benne, hogy ez lesz, hiszen most ugye az Erzsébet napközi ideje van, de a gyermekeink mennek Erzsébet táborokba is, és ugye pedagógusokkal együtt ott eltöltenek egy-két hetet. Még az is a pedagógusoknak ugye idézőjelben munka lesz, de a gyerekek ott is pihennek és feltöltődnek. Köszönjük szépen, önnek is jó nyarat kívánunk. Köszönöm szépen az érdeklődést. Köszöntöm nézőinket, kint vagyunk az Akácsziget fürdőben, bár egy picit csepeleg az eső, de mégiscsak sokan vannak a strandolók a medencékben. András István ügyvezető igazgatóra beszélgettünk a nyári szezonról, hiszen elindult a nyár, bár most az időjárás egy picikét nem nyári. Gondolom, hogy sokan jönnek önökhöz. Igen, tiszteltel üdvözlöm én is a kedves nézőket. Hát a nyári szezon az május 1-től elindult, de igazán a nyári szezon az tulajdonképpen az iskola végétől számítható. Jelenleg is elég sok vendégünk van, vannak táborok és egyéb vendégek, például most jelenleg is van itt egy úszótábor Kuruc Panka vezetésével. Akkor itt majd bele is vágok abba, hogy milyen programjaink lesznek. Hétvégén lesz például a Karcak Testvérvárosi Közalapítvány szervezésében egy tábor, ahol a testvérvárosainknak a gyermekei fognak itt táborozni. Van-e úszásoktatás? Igen, folyamatosan tartunk úszásoktatásokat, tehát külsődlegesen mi a helyet adjuk neki. Legutóbb arról beszélgettünk, hogy terveznek nyári vetítést, éjszakai fürdőzés. Most tényleg itt a szezonja az éjszakai fürdőzésnek. Lesznek-e ilyenek?
Igen, lesznek. Most például vasárnap is lesz egy éjszakai fürdőzést, amely egybekötöttük a ebédöntővel, tehát ezt kivetítően meg tudják nézni a kedves vendégek. Jövő héten lesz 16-án majd az Akácliget nap, ahol különféle programok, sport, csúszda, sőt, amit kiemelnénk, lesz az uszodában ilyen, hogy búvárkodási lehetőség, tehát azt mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra. 29-én lesz a strandok éjszakája, ezt meghosszabbított nyitvatartás idővel tartjuk. Augusztusban lesz filmvetítés, ősszel a motoros találkozó, de még egyéb programokon is gondolkozunk, csak még egyenlőre szervezés alatt van. Azt gondolom, hogy ez a búvárkodás ez nagyon vonzó volt tavaly, és nagyon sokan kipróbálták a debreceni búvárok segítségével. Erre biztos most is sokan ki fognak jönni, de a többi programra is. Igen, hát bízok benne, hogy ugyanolyan nagy sikerű lesz, mint a tavaly évben. Itt most azért inkább gyerekek vannak, az idősebbek gondolom inkább vagy korán jönnek, vagy később, amikor nincs ez a nagy hőség. Mit tapasztalnak, mennyire osztik meg a vendégek, tehát délben, amikor nagy meleg van, inkább kevesebben vannak? Igen, hát a déli nagy melegben inkább félrehúzódik mindenki, meg mondjuk a gyerekek akkor sem. Így a reggel és esti órákban vannak tényleg az idősebbek és a más korosztályok, meg hát reggel este az úszásra vágyók jönnek ki a fürdőbe. Ilyenkor mennyire népszerű a wellness szolgáltatás, tehát mondjuk mennyien mennek szaunázni, mennyien használják ki ezeket a lehetőségeket? Hát a télen van inkább ennek szezonja, nyáron kevés, de még most is van igénybevétel. Gyógyászatnál beszéltünk korábban arról, hogy esetleges bővítést terveznek, erről tudunk-e már konkrétabbat mondani? Igen, már most terveink vannak, illetve figyeljük a pályázatot, amit az előző riportokban is mondtam már régebben. Tulajdonképpen az anyagi forrás kell előteremtenünk, de még erről még bővebbet még most sem tudok nyilatkozni. Amúgy a gyógyászat kihasználtsági foka, tehát az még van kis résünk benne, de a bővítés során majd akkor szerintem akkor lesz nagyobb kihasználtsági foka. Mondom, hogy akkor ez majd új szolgáltatásokat és kezeléseket is jelent, de akkor majd erre vissza fogunk térni. Most egy picit ugyan esik az eső, de a kempingben azért az elmúlt napokban is lehetett már látni vendégeket. Mennyire van lefoglalva már előre? A kereskedelmi szálláshelyünkön forgalomnövekedés volt a tavaly ezen időszakához hasonlítva, körülbelül 20%-kal. Ez köszönhető annak is, hogy most már a lakókocsisok elég jó felfedezték ezt a területet, és tulajdonképpen azt a növekedést ez a lakókocsis tábor hozta meg nekünk. És hát azt gondolom, hogy aki ide szeretne kijönni, itt azért csend, nyugalom van, tehát hosszú távra is ide tudnak költözni, hetekre, esetleg hónapokra, reméljük, hogy ide szoknak majd azok, akik most megszeretik ezt a környezetet. Igen, hát vannak visszatérő vendégeink, sőt, van, aki egy-két hónapig is lefoglalja ezt a helyet, és akkor itt tölti el ezt az időt. Hát tényleg, ahogy ön is mondja, tehát elég vonzó az, hogy ez egy szép kis csendes fürdő, hát jó, vannak olyan események, rendezvények, amely hangosabb, de mivel általában nagyobb többségben kis csendes fürdőnek tekinthető a mi kis fürdünk. Reméljük, hogy sok látogató lesz nyáron, és akkor jó időt kívánunk önöknek ehhez, és reméljük, hogy azok a programok, amikről beszéltünk, azok is teltházzal fognak menni. Jó, köszönöm szépen a jó kívánságot, és szeretettel várjuk akkor a vendégeinket. Köszöntöm nézőnket a Berekfürdő és Salonon, Perge Józseffel beszélgetünk arról, hogy hogyan is indult be a szezon. Amikor legutoljára itt voltunk, akkor még itt a sokak által csak öreg medenceként, gyógymedenceként ismert medence éppen félkész állapotban volt, hiszen felújították. Azóta lehet látni, hogy elkészül, de mi minden valósult meg itt a szezon kezdésre. Igen, amikor itt jártak legutóbb, akkor még a medence felújítás kellős közepén tartottunk. Határidőre, tehát május 1-e előtti napokban sikerült elkészíteni a medencét, és gyakorlatilag május 1-ét, illetve nem is május 1-ét, hanem április 30-ától már a vendégeink igénybe vehették ezt a szolgáltatásunkat is. A többi medencével is időben elkészültünk, az Ikár medencében voltak különböző csempe hiányosságok, azoknak a pótlását elvégeztük, illetve az ifjúsági medencénél voltak ilyen kisebb garanciális hibák, azoknak a javítása is megtörtént, és a évente egyszerű úszodafestés is megtörtént határidőben. Úgyhogy elmondhatom, hogy mi részünkről elkészültünk a szezonra.
A jó idő az viszont késett egy kicsit, mert sajnos épp április 30-a, május 1-én elég rossz idő volt, de utána is sokszor volt olyan hétvége, amikor az időjárás nem igazán kedvezett a fürdőzésre, a szabad térbe. Még jó, hogy megvan a fedett medencénk, mert viszont a fedett medence, a felított fedett medence térben így tudtunk fogadni a vendégeinket. Visszatérve még, hogy mire készültünk a szezonra. Az ifjúsági medence környezetében készítettünk egy olyan vízelfolyó elvezető rendszert, ami azt teszi lehetővé, hogy a medence környezetében alakuljanak ki használat során ilyen a kicsapódó, kihordott vízből mindenféle sáros, pocsolyás részük, amit aztán nyilván széthordanak, tehát azt próbáltuk így lezárni, illetve a ikermedence környezetében, az ifjúsági medence környezetében automata öntözőrendszert építettünk ki, ezzel próbáljuk meg azt, hogy egész szezon folyamán friss zöld fűvel tudjuk várni legalább azokba az adott környezetbe a vendégeinket. Aztán volt még nyilván egy csomó kisebb, apró dolog, de hát próbáltunk ezeken a műszaki problémákon is mind segíteni, illetve megoldást találni rá. Itt láttuk, hogy jöttünk az előbb a medence előtt elfele, hogy betegeket besegítő emelőt is vettek. Ez, éppen kérdeztem, hogy ez volt-e, de most mondta, hogy ezt most szerezték be. Akkor így most már tulajdonképpen, amit az idősebbek használnak, minden medence megközelíthető. Igen, ezzel a beszerzéssel gyakorlatilag a harmadik beteg beemelő került a Berekvíz Kft. Tulajdonába. A fedett medence térben egy mobil betegbeemelő van, míg az úgynevezett kékcsempés és a mögöttünk látható ovál, tyúkszem és ki tudja még hány nevű medencében egy fix telepítésű betegbeemelő került elhelyezésre. A tartó szerkezete megvolt itt is, és akkor mindig, ahogy a vendég igénye volt, mindig át kellett vinni másik helyre, visszavinni, tehát úgy gondoltuk, hogy sokkal egyszerűbb és kényelmesebb és stabilabb megoldás az, ha minden olyan medencénél, ahol használható a betegbeemelő, önálló betegbeemelően készülik áll rendelkezésre. Gondolom, hogy ennek az idősebbnek örülnek, hiszen így akkor nekik is egyszerűbben igénybe vehető ez. Most ugyan hétköznap van, amikor beszélgetünk, de elég sokan vannak most is. A hétvégi nagy rendezvények már azért elindultak, több meg is volt eddig, de mi lesz, ami még várható? Elindult a szezon, elmondhatom, ezen a héten igazából, illetve a múlt hét végén is már jó vendégforgalomra számítottunk, és be is jött. 3500-4000 fő látogatta a strandot például múlt szombaton. Elmondhatom, hogy a 2014-es vendégforgalmi számokhoz képest egy másfélszeres, kétszeres vendégszám jelent meg, tehát duplázódott, hogy úgy mondjam, a vendégforgalmunk. És hogy ezt a duplázódás részben a szolgáltatásunkkal próbáljuk megtartani, részben pedig különböző programokkal, ezért különböző programokat is szervezünk. Hát túl vagyunk már az első nagy programunkon, egy nagy koncerten, egy esti nagy koncerten, a Neoton együttes koncertjén. Ami a jövőben várható, az igazából két komolyabb rendezvény, az egyik az, július 30-án az Ismerős Harcok nevű együttesnek az esti nagy koncertje, illetve a háromnapos úgynevezett Bereki Vigasság programsorozat, amelynél napközben különböző gyermekprogramokkal, nótaműsorokkal kedveskedünk a vendégeinknek. A 13-ai napon lesz egy főzőverseny is, és délután, illetve este két komoly koncertre kerül sor. Az egyik a 12-én este a Lord együttesnek a koncertje, 13-án este pedig a Well Hello együttesnek a koncertje. Még augusztus 19-én is lesz egy kisebb programunk, egy úgynevezett opera gála, ami egy picit talán más korosztálynak szól, mint az előzőleg említett koncertek.
Tehát akkor tényleg idősebbek is megtalálják a nekik tetsző programot. Most mi nem a kemping felől jöttünk be, hanem a főbejárat felől, de a kempingben mi újság, érkeznek a vendégek. Elmondhatom, hogy a kempingben május egy nagyon kiemelkedő vendég éjszakát produkált, nagyon sok vendégünk volt, meglepő módon a szokásos német nyugdíjas réteg megjelenése mellett megjelent egy nagyon komoly lakókocsis lengyel vendégkör. És ezek a lengyel vendégek jó vendégek. Hát magyarul sokáig maradnak? Sokáig maradnak, és a ide szánt pénzt szeretik is elkölteni, és el is szokták általában, úgyhogy ennek nem csak mi örülünk nyilván a fürdő, hanem a környező vállalkozók és egyéb létesítmények tulajdonosai, fenntartói, tehát jó vendégek. Na most a két nagy csoport mellett voltak finn, osztrák, holland vendégeink, és természetesen a magyar vendégek is. Több lakókocsi van, aki úgy hozta le a lakókocsiját, hogy őszig itt hagyja, legfeljebb elmegy dolgozni egy-két hétre, aztán megint visszajön itt. Tehát, hogy úgy mondjam, ingázik, csak a lakókocsival ne kelljen mindig szaladgálni. Tehát már most 16-18 ilyen lakókocsi van, pontos számot már nem tudom megmondani. Tehát akkor úgy néz ki, hogy más, sok is kezdik megszeretni ezt a strandot. Egyébként itt az előbb említett a vendéglátósokat, vannak-e újdonságok, tehát sikerült-e mindenkinek kinyitni, de én úgy tudom a közösségi portálról, hogy azért vannak itt új dolgok is, amik korábban nem üzemeltek. Mindenkinek sikerült kinyitni időben. Elemi érdeke volt, hogy ő is felkészüljön a szezonra. Nyilván a május-június egy kicsit zötyögősebb, de az utóbbi hetek már azért felpörögtek náluk is. Egyetlen egy újdonság van ebben a körben, mégpedig a régi szálloda, régi városi szálloda, amit hívtak már panziónak is. Most jelenleg vendégház névre hallgat. Annak a középső részén volt egy bezárt épületrész, ahol egy étterem, egy új étterem került kialakításra, és az nyílt meg a ott lakó, illetve a fürdő vendégeinek a kiszolgálására. Tehát akkor igazándiból, aki onnan nem nagyon szeretne eljönni, az is ott tud helyben étkezni, és akkor itt ugyanúgy mennek a soron a mindenféle kínálat, ami korábban. Igen, igen, annyival, tehát a távlati cél az, azzal az étteremmel, hogy az ott lakó vendégeknek megpróbáljunk esetlegesen ilyen félpanziós ellátást, vagy akár egész panziós ellátást nyújtani, illetve a kemping lakóknak, hogy úgy mondjam, egy közelben lévő étterem részük legyen, ahová nyugodtan elmehetnek és étkezhetnek. Ezek az új dolgok. Gondolom, hogy azért a szezon közben is vannak olyan dolgok, amik fölmerülnek, tehát jövőre is biztos lesz olyan, amit meg kell valósítani, szeretnének megvalósítani, de azért ez még messze van, hiszen a szezon az, mondhatnánk, hogy egész évben tart, de igazániból a főszezon a szeptember 30-ával azért nagyjából lezárul. Igen, én úgy gondolom, hogy igazából augusztus 20-valahanyadika, amikor a főszezon lezárul, az utolsó nagy rendezvény augusztus utolsó hétvégén az országos nyugdíjas találkozó, és gyakorlatilag utána már szeptemberben csak hétvégén várhatjuk a családos vendégeket. Nyilván, amikor iskolában vannak a gyerekek, szülők dolgoznak, ők csak hétvégén érnek rá, tehát néhány jó szeptemberi hétvégét kívánok magunknak, mert hétközben viszont inkább az idősebb, nyugdíjas, illetve beteg vendégkör az, aki felkeres bennünket. Terveinkről még azért egy-két gondolatot. Eddig sem oldották meg, de én tervezem, hogy megoldjuk, hogy az úgynevezett kékcsempés medencés, illetve a szikermedence is, mivel nagy felületű víztömegről van szó, egy valamilyen árnyékolást ki kell rá találni, hogy ha nem is teljes terjedelemben, ha nem is olyan sötét árnyékvető, mint például itt van ez a mögöttünk lévő, hanem talán, amit az ifjúsági medencén is látható, az a kicsit áttetsző, de mégis árnyékotható úgynevezett vitorlavászon fedés, valami ilyesmivel gondolkozunk, amit mindenképp meg kell valósítani.
az idei évben ez már nem fog beleférni, de a tervek már készülnek, illetve két pályázat került beadásra, amelynek az eredményét várjuk. Az egyik a jelenlegi fedett épületből hiányzik a wellness részleg. Na most egy ilyen szauna, sziget szauna világnek az elképzeléseit vetettük papírra és adtuk be egy pályázatba. A másik pályázatunk pedig a meglévő, és sajnos már a tavalyi beruházásba bele nem fért, gyógyászati részlegnek a felújítása, és a gyógyászati épület rész bővítése új gyógyászatoknak a bevezetésével. Akkor a feladat adott, hiszen már csak meg kell nyerni a pályázatot, és akkor utána ezek is megvalósulhatnak. Akkor mi egy jó szezon tenni egy picit a mai nap, egy picit jobb időt kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen, és kérek mindenkit, hogy látogassanak el hozzánk, legyenek a vendégeink. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, Lévai Kálmennel, a Karcagi Kacagszofa Irodalmi Kirendeltség vezetőjével beszélgetünk a régóta hazavárt, sokak által csak létraként ismert Brontó előtt, végre hazatért a laktanyába. Az előbb beszéltük, hogy 3 év után. Reméljük itt is marad most már. Mikor kapták vissza pontosan? Hát pontosan 12 napja, és 3 órája, és 10 perce. Na pontosan nem tudom, napokban érkezett haza valóban, de itt a egyéb hétvégi rendezvényekkel voltunk elfoglalva, hisz a Birkafőző Fesztivál azért nekünk is feladatot ad megelőzés szempontjából, és inkább arra koncentráltunk. Természetesen nagy örömmel fogadtuk, és körbe lengtük, körbe szerezgettük a régen várt járművet. Majdnem olyan nagy örömmel és olyan nagy szeretettel, mint 14 évvel ezelőtt, amikor először birtokba vehettük. Mindenképpen öröm, hogy újból itt lehet a szertárba, és gyakorolhatnak rajta a tűzoltók, és majd utána megyünk ki a további gyakorlásra, és reméljük persze, hogy élésben ezt nem is kell használni. Épp azt akartam mondani, azért szerencse, hogy az elmúlt 3 évben még nem volt itt, addig nem kellett bevenni, és azt is reméljük, hogy továbbra sem kell, de akkor most újra kell igazándiból tanulnia mindenkinek, akinek erre volt kezelői engedélye, gondolom. Mindenképpen munkavédelmi előírások is vonatkoznak erre, de egyébként is. Tehát 3 évig nem kezelünk valamit, tehát olyan ez, mint a, mondják sokan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni, de azért jó nagyot lehet tanyázni a biciklivel is, hogyha sok év után az ember ugyanazzal a gondolati rutinnal fölugrik egy biciklire, csak éppen már nem úgy működik, másképp működik. Nem szoktunk át másikra, mert nem volt helyette más, ugyanezt kell újból megszokni a kezelőknek, viszont minden kis apró rezdülését meg kell szokniuk, minden működtető billentyű, kallantyút tudni kell, hogy mit csinál, és ezt rutinból kell tudni. Nem biztos, hogy van odafent idő gondolkozni arra, hogy na most akkor mit is csináljak, vagy mivel közelítem meg a falat, és nem be megyek kosarastól az ablakon, hanem megállok előtte, és így tovább. Tehát no, ez amikor amúgy is feszült helyzetben van a tűzoltó is, mert mentenie kell, és ez tényleg egy mentőeszköz az esetek, tehát a kiemelt eseteknél. Egyébként, hogyha a vihar után egy-két fágat kell esetleg eltávolítani, hát ez nem annyira izgalmas feladat nyilván, hogy annyira lázva jön a tűzoltó. De mindenképpen gyakorolunk még most itt a alapfogásokat itt bent a laktanyudvarán, utána pedig megyünk ki területre, hogy olyan körülmények között tudjanak gyakorolni, amilyenekre esetleg sor kerülhet. Hát igen, itt azért a védett falak között nem olyan a kilengése sem a kosárnak, meg azért nem 45 méterre mennek föl, tehát néhány adatot azért mondjunk már a nézőinknek, hiszen azért nem biztos, hogy mindenki emlékszik az átadáskor, hogy mi minden hangzott el erről. Azt remélem, hogy senki nem megy fel 45 méterre, mert csak 42 méter magas, de hát vannak hosszabb embereink, akik esetleg kihúzzák magukat, és már verik a 45-öt. No, 42 méter magas ez a
magasból mentő, vagy hívó nevén kosár, meg emelő, tehát különböző nevei voltak az elmúlt idők folyamán, és 42 méter magasból tudunk menteni, csuklógémes, tehát nem egy egyenes létráról van szó, aminek a végén ott fityeg a kosár, hanem be tudja lógatni tetőterekbe, lapos tetőépület tetejére le tudja tenni a kosarat. Nyilván az a legegyszerűbb beszállási mód, ha leteszi a tetőre a kosarat, és ott belépnek, és aztán úgy emeli ki, de emiatt a csuklógém miatt nagyon jól kezelhető, nagyon jól lehet vele menteni tetőről, vagy erkéről, ablak, vagy akár ablakból is. Hát azon kívül 24 tonna, tehát meglehetősen nehéz, és emiatt akárhova nem tudunk vele bemenni, és sokszor, amikor fölkérnének bennünket munkavégzésre, és mondjuk, hogy sajnos ott ezzel nem tudunk munkát végezni, és hát emiatt aztán meglehetősen korlátozott a felhasználhatóság, és itt talán itt érződik legjobban az a fogalom, hogy tűzoltósági felvonulási út, hogy megfelelő teherbírású út legyen oda, ahova lennie kell, mert ez a gép is az, hogy bemegy oda, összetöri az aszfaltot esetleg, ha nem olyan teherbírású. Na de utána, amikor letalpal, és ugye föl kellene menni, és a talp az érzi, hogy mozog a talaj, és a automatika kezd letiltani. És a végén ott vagyunk, hogy nem vagyunk sehol. Tehát ilyen esetekben rendkívül fontos, hogy a terület, ahol ennek meg kell tudni települni, az olyan teherbírású legyen. Hát aztán van benne egy gyönyörű nagy motor 420 lóerővel, tehát ez a 24-42-420, ez úgy visszajön, és hát egy kicsit annak idején meg is kevert egyeseket, hogy mennyi, és volt, aki azt mondta, hogy 24 lóerős, és aztán rájött, hogy az nem jó, mert annyi még talán egy trabant is van, de hát ez a sok kettes, négyes így kavargott egy kicsit mindig, és hát a magassága ugye az nem változott szerencsére, mert tovább már nem tudjuk emelni a szertárkaput, mint amennyire felemeltük annak idején abbéli örömünkbe, hogy jön az autó, és nem fog beférni, és be kell, hogy férjen. Hát így is csak úgy tudunk beférni, hogy lejjebb kell engedni. Szerencsére olyan futóműve van, hogy lejjebb tudjuk engedni az egész felépítményt, és akkor szépen be tud súrranni, illetve hát ki tud tolatni az udvarra, amikor karbantartás, gyakorlás vagy tisztogatás van. És hát még ez is odafigyelést igényel, nem lehet akárhogy fékezni itt a szertárba vele, mert ez a hosszú jármű olyan nagyot rugózik, hogy fölút a ajtóknál, és hát az, hogy a fal megsérül, az csak egy dolog, de hogyha a szerkezet megsérül, az sokkal nagyobb problémát tud okozni. Hát akkor én azt kívánom, hogy minél hamarabb szerezzék meg a rutint a kollégák, akik ezelőtt is vezették és kezelték ezt, és hát azt, hogy ne kelljen élesben bevetni, inkább csak rendezvényeken bemutatózzanak, hiszen az lenne jó, hogyha csak ilyen bemutató szintén maradna, de azt hiszem, hogy az már mindenkinek egy jó érzés, hogy itt van, és hogyha kell, akkor bevethető. Mindenképpen jó érzés, és hát természetesen a mi vágyunk is az, hogy ne legyen éles esetben szükség rá, de azért volt, amikor ugye Szolnoki kórház eseténél ezzel mentettek le sok embert a 7 emeletes épületből, aztán Debrecenben a 10 emeletes épület tüzés is riasztották, ott már nem került sor az alkalmazásra, addigra mindenkit lehoztak az épületből, akit le kellett hozni, viszont nagyon fontos nekünk is, egyáltalán a tűzoltóságnak és ezen keresztül a lakosságnak, hogy van egy hálózat, tehát Szolnok, Karcag, Debrecen, fölfelé Eger, lefelé Békés Csaba, tehát hogy megfelelő távolságban ott vannak ezek a nagy gépek, hogyha kell, akkor egy-egy helyre gyorsan, viszonylag gyorsan összevonhatóak, mert azért Szolnokra is nem mindegy, hogy honnan érkezik, vagy akár ide Karcagra, vagy Debrecenbe a segítség, hogy az most egy óra múlva van ott, vagy pedig másfél-két óra múlva, mert ha menteni kell, ugye ezt nem nehéz elképzelni, hogy vagy gyorsan mentünk, vagy lehet, hogy már felesleges a kapkodás. De hát mindig készülünk ugye a legrosszabbra, és reméljük a legjobbakat,
de tudnunk kell. És azért volt annak idején a toronyházunknál is ez a gyakorlat, hogy ne csak mi tudjunk valamit, hanem tudjon valamit a lakosság is. És az a sok ember, aki annak idején ott összegyűlt és megnézte ezt a gyakorlatot, azok a bátor vállalkozók, akik a toronyházból kicsik, nagyok, öregek, fiatalok egyaránt kipróbálták, hogy milyen onnan a hetedikről lejönni, ezzel a magasbómentő járművel, és hát mindenki nagy élménnyel ért földet, hogy nagyon jó volt, mondta. Tehát nem kelti azt a hajmeresztő érzetet, hogy úristen, most a hetediken kilépek a semmibe, és alattam csak egy gém, aminek a végén ott állunk a kosárba, tehát nem rémisztő szerencsére. Nyilván szélbe más a helyzet, viszont az automatika méri a szelet, és amikor már túl nagy a szél, akkor korlátozza a mozgás lehetőséget. Tehát nincs olyan, hogy fölmegyünk 42 méter, aztán hogy csapkod a magas gém végén a kosár, és aki benne van, meg visít és kapaszkodik. Tehát meglehetősen biztonságos jármű, és hát bízunk benne, hogy most már a többszörű javítások után éppen egészségesen itt állomásozik nálunk, és hát maximum, hogyha segítség nyújtásra kell menni, akkor fog más állomás helyet keresni magának. Érdeklődött rengeteget a lakosság az elmúlt időszakban, a város vezetése is nem keveset, és hát mindenkit arra biztattunk, hogy bízunk, hogy vissza fog ez jönni, csak hát most sokkal fontosabb feladatai voltak, hát most végre visszajött, és igyekszünk tényleg megőrizni, meg hát bízunk abban, hogy a másoké nem romlik el, ahol segítség képpen ott volt, ott állomásozott, és ott teljesített szolgáltat ez a csodagép, amiért azért nagyon sok pénzt áldozott a város. Itt az előbb már említette azt a bemutatót, esetlegesen nem lehet, hogy elképzelhető lesz, hogy még valami hasonló bemutatót tartanak majd, amit mint akkor a toronyháznál az avatáskor. Biztos, hogy nagyon megnéznék a lakosok élesbevetésben. Én úgy emlékszem, de lehet, hogy nem jól emlékszem, hogy itt Karcagon, ami mi is ott voltunk, a Városgondnokságnak, amikor a tetőszerkezetét megbontotta, akkor vetették itt be egy vihar után. Biztos, hogy volt több bevetés is, de ez volt egy ilyen emlékezetes, amin mi is kipróbáltuk, hogy milyen is a kosárból kiveszállni. Hát igen, hát szerencsére a mi vidékünkön úgy ritkább az, hogy úgy a tetőt annyira szétzilálja, hogy oda kelljen menni, ám bár volt még egy, amikor a nagy viharba a templomtorony javítása idején volt, hogy a nagy lemezeket mozgatta meg a szél, és azokat kellett onnan eltávolítani, mert nem lehetett tudni, hogy mikor billenti tovább a szél, és azért a toronyból 40 méter magasról lejön egy-egy távla lemez, hát még lezuhanni, lezön, még ha látja, és az ember egy livegő, össze-vissza csapkolódó lemezt ki sem nagyon tudna kerülni arra járó ember, bár azt gondolom, hogy ilyen viharban inkább ne járjon senki sem erre, hanem húzódjon be a biztonságos lakásába. De hát, ha kell, akkor ugye megyünk kis tetőre, nagy tetőre, ahova csak odaférünk, mert hát a biztonság, az emberek biztonsága a legfontosabb, és nem biztos, hogy hát persze van egy határ, amikor már mi sem vagyunk ezzel a géppel sem biztonságban, és akkor nem lehet kockáztatni, de akkor ki kell a környéket arra az időre szalogozni, kerüljék ki az emberek, ne menjenek oda, mindaddig, amíg a problémát el nem tudjuk hárítani. Hát az, hogy lesz egy gyakorlat, az majd elválik, lehet, hogy sort kerítünk ilyenre. Egyébként most öröm, hogy a malmaink kezdenek föltámadni, és hát ezekre a területekre is ki fogunk menni gyakorlatozni, és éppenséggel lehet arról szó, hogy majd, hogy ott tartunk egy olyan gyakorlatot, egy ilyen bemutató jellegű gyakorlatot, ahol bevetésre kerül ez a gép is, hisz a rishántoló, egykori rishántoló malomnak a tárháza az meglehetősen magas, és hogyha ott elindul a munka, akkor meglátjuk, hogy mekkora részen fog ez a új malom elterülni, és milyen részeket kell tudnunk biztosítani, illetve adott esetben menteni. De fölkészülünk arra is, és hát azért is mondtam, hogy itt az udvaron az alapfogásokat átismételve, egy kicsit visszarázódva a régibe, és aztán megyünk ki a területekre, olyan helyekre, ahol adott esetben szükség lehet ennek a
szerkezetnek a használatára, és akkor ott gyakorolni, hogy hogy lehet ráközelíteni, hol lehet megtelepülni, hiszen ennek a települése is olyan széles, hogy kell neki a hely, és hogy ne az legyen a legnagyobb gondja a tűzoltónak, mikor odaérkezik, hogy akkor előre-hátra tilitolizik, hogy na hova is tudok állni, hogy álljak meg, hanem lehetőleg tudja, hogy na, ha itt megállok, akkor itt ki tudok talpalni, és akkor, mert teljesen kitalpal, akkor, és nincs szél, akkor teljes a működési lehetőség. Ha nem talpal ki teljesen, mert nem fér, bármitől nem fér, egy ott hagyott parkolóautótól, vagy nem szilárd a talaj, és fenn meg szél van, akkor korlátozza az automatika működési körzetét, és akkor nem megyünk fel 40 méterre, csak 30 méterre, vagy nem tudunk olyan távolra benyúlni, csak kisebb távolságra, és ezeket azért tudni kell a tűzoltónak, és hát bármennyire is azt mondjuk, hogy rutinos csapat, azért 3 év az sok mindent kimos az ember fejéből, főleg, hogy elmúlt 3 évben is volt mire koncentrálnunk. Hát akkor én azt kívánom, hogy sikeres legyen ez a begyakorlás, és akkor tényleg ne kelljen élesbe bevetni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és hát ha más nem, majd valami tűzoltó napi felvonuláson megmutatjuk magunkat a lakosságnak újból. Kedves nézőink, az elmúlt napokban dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője átadta a 4-es számú főközlekedési út kenderesi szakaszát, Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik. Miniszter úr, kormány megbízott asszony, járási hivatalok vezetőasszonyai, alelnök úr, igazgató urak, kedves vendégek! Szeretettel köszöntöm Önöket Kenderesen! Az utakat sokáig nem érti meg az ember, csak lép el rajta és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba, vagy éppen a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon aztán megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül valahol, de ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt, írja Márai Sándor naplójában. A kiváló író gondolatai jóval túlmutatnak a hétköznapokon. Az áthallás viszont egyértelmű. Mi, hétköznapi emberek, bele sem gondolunk abba, hogy mit jelent az utak megléte, hisz olyan természetes, mint maga a levegővétel. Csak akkor bosszankodunk, ha kátyús, ha autónk egyik gödörből a másikba zöttyen, és kirázza lelkünket a tönkrement aszfaltcsik. Városunkon keresztül megy az a hatalmas forgalom, melyet egy nemzetközi útvonalnak ki kell szolgálnia. Hatalmas teherautók, kamionok dübörögnek a személykocsik százai között. És az évszakok változása sem tesz jót a kivált országútnak, hiszen a legkisebb sérülés is napok alatt hatalmas, öblös kátyúvá növeszti önmagát. A polgármesteri hivatalba számtalan megkeresés érkezett, melyben kifogásolták az itt élők nem csupán a 4-es út állapotát, de azt is, hogy repednek házaik, összerezzenek a szekrényekben a poharak, egy-egy nagyobb tömegű jármű elhaladása esetén. Ez sajnos így lesz addig, amíg el nem készül az autópálya és annak a várost elkerülő szakasza. Megszoktuk, hogy Kenderest kettészeli a forgalmas országút, talán már hiányozna is ennek nem léte. Mégis a mindennapi élet biztonsága azt kívánja,
hogy előbb vagy utóbb, de a sztráda kell. Az elsoroltak ellenére igen nagy az öröm, hiszen elkészültek a szakemberek az útfelújítással, s nem kell gödröket, vájukat kerülgetni személygépkocsival, biciklivel. A haladás biztonságosabb, hiszen a nagy tömegű járművek nem kacsáznak a rossz úton, hanem szépen, egyenletesen haladhatnak a kiváló minőségű aszfaltpázsiton. Polgármesterként köszönöm a város lakói nevében a Nemzeti Ügyek Kormányának azt a törekvését, melyen lehetőséget teremt az infrastruktúra fejlesztésére, így új utak, autópályák megépítésére, meglévő útszakaszok felújítására. Köszönöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, mint finanszírozónak, a Hódút Kft.-nek, mint kivitelezőnek, valamint a Magyar Közút Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságának, mint lebonyolítónak és műszaki ellenőrzőnek a kiváló munkát. Külön köszönöm dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, mint a térség országgyűlési képviselőjének a támogatását. Megköszönöm Boldog István országgyűlési képviselőnek, útügyi biztosnak a segítő közreműködését. Reménykedem, hogy a megújult 4-es sokáig bírja majd azt a forgalmat, melyet nap mint nap bonyolítanak rajta az utazók, a szállítással foglalkozók. A város lakóinak köszönöm a türelmet, a lezárásokkal, elterelésekkel kapcsolatos kényelmetlenség elviselését. Minden út összefut végül valahol, kezdtem Márai Sándor gondolataival. Tudom, hogy rengeteg pénz kellene országszerte az utak állapotának megjavításához, hiszen az író gondolatmenetét követve kirajzolódik, minden út összefut végül valahol. De mi most ennek örülünk, és ismételten köszönjük az elvégzett munkát. De Kenderesen nem csupán a 4-es út állapota okozott gondot. Erőnkhöz, büdzsénkhez mérten saját forrásból is építkezünk. Saját forrásból az elmúlt évben elkészítettünk 1300 méter útalapot, közel 6 millió forint, 2500 méter járdát 7 millió forint értékben. Ez évben saját költségvetésből felújítottuk a középiskoláshoz vezető utat, 3 millió forint, és a sportbisztró parkolóját közel 2,5 millió forint értékben. A 4-es számú főút mellett lévő régi járda helyére újat építettünk 1 kilométer hosszúságban. Tovább folytatjuk a még hiányzó butalapok elkészítését, járdák építését. Végezetül tisztelettel megköszönöm vendégeinknek, hogy jelentétükkel megtiszteltek bennünket. Érezzék jól magukat kis ünnepségünk után is, Kenderesen. Nézzék meg nevezetességeinket, sétáljanak végig azon a macskaköves úton, melyet még annak idején a város szülöttje, Horthy Miklós építetett, amely lehet, hogy kopottas, de számunkra ereklye. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt miniszter úr, polgármester asszony, tisztelt kenderesiek, tisztelt együtt ünneplők! Engedjék meg, hogy a Magyar Közút Magrofi ZRT nevében nagy tisztelettel köszöntsem Önöket, és együtt osztozzam minden munkatársam nevében Önökkel abban az örömben, hogy a mai napon hivatalosan is birtokba vehetik a felújított útszakaszt itt Kenderesen. Engedjék meg, hogy néhány számot mondjak Önöknek, röviden ismertessem azt a beruházást, amelynek most ünneplő részesei. A magyar kormány döntése értelmében Magyarországon 2016-ban 69 milliárd forint értékben hajtunk végre útfelújításokat komplex útfelújítási program keretén belül. Hogy ez az egész országot érinti, mi sem bizonyítja, közel 150 útszakasz kerül ugyanúgy megújításra, mint az Önök által is látható kenderesi szakasz. Ez érint belterületet, érint külterületet is. Alapvetően a program célja az volt, hogy végrehajtsuk azokat a legszükségesebb, első ütemben megvalósítandó útfelújításokat, amelyek igényként jelentkeztek az ország számos területén.
De ezzel nem ér véget az útfelújítási program, hisz 2017-ben ennél jóval nagyobb nagyságrendben, így Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintve, indulnak el újabb felújítások. Ha összegszerűségében tekintjük, akkor több száz milliárd forint értékben valósulnak meg útfelújítások Magyarországon. De visszatérve a kenderesi szakaszra, amely nekünk kiemelten fontos az itt élőknek, önöknek, akik itt élnek és naponta használják ezt az utat, hisz naponta tapasztalhatták annak áldatlan állapotát, és élvezhetik, ha úgy tetszik, a jelenlegi állapotának a csöndjét. Ha egy utat lehet csöndesnek nevezni. Igen, lehet csöndesnek nevezni, hisz amikor, ahogy itt számoltam az elmúlt néhány percben, közel 30 teherautó ment el a városháza előtt, ennek azért komoly zaja van egy rossz minőségű úton. Talán most a motorzajon kívül, ami egyébként sem szerény, azokat a csörgéseket, zörgéseket ezen az útszakaszon nem halljuk, amelyhez ha már úgy tetszik, közel 1974 óta hozzászokhattak az út állagának romlása kapcsán. Ennek most vége van, ez a közel 2,5 kilométeres szakasz teljes egészében megújult, az itt élők biztonságát, az itt élők közlekedését, az áthaladók, átmenő forgalom biztonságos közlekedését fenntartva. A munkaterületet 2016. április 14-én adta át a Magyar Közút a munkát kivitelező társaságnak, és úgy tetszik, rekordidő alatt, 77 nap alatt teljesítette a tőle elvárt feladatot. Ez mindenféleképpen nagyszerű eredmény, tekintettel arra, hogy a 4-es főút egy nem több számjegyű út, ugye nevében is benne van egy kiemelt jelentőséggel bíró közút, amelyen egy igen komoly átmenő forgalom bonyolódik le, nem csak kenderesen, hanem az út mentén más települések kapcsán is. Ez azt gondolom, hogy rekordidő, az itt élők türelme mindenféleképpen méltánylandó, hogy ezt az időszakot el tudták viselni, át tudták hidalni, ha úgy tetszik, a forgalom korlátozásokat is viselték türelemmel. Erre most már ezen a szakaszon reméljük hosszú ideig nem lesz szükség. Ez az útfelújítás folytatódik, és ha megépül az autópálya, ami el fogja kerülni ezt a térséget, akkor nagyon hosszú időre ez az út mind állapotában, minőségében és forgalmában is nyugvópontra kerül. Ezt azért is merem mondani, mert vidékiként hasonlót értem meg, mint amit önök éltek meg itt és élnek meg jelenleg. Én az 5-ös főút mellett tapasztaltam ugyanezt, évtizedekig haladt át városomon az M5-ös főút, majd amikor megépült az M5-ös autópálya, jelentősen, nagyon-nagyon jelentősen visszaesett a teherautóforgalom. Ha úgy tetszik, az M5-ös főút már az ott élők, a környező települések biztonságos közlekedését szolgálta a továbbiakban. Jelentősen csökkentek a közúti balesetek, a forgalmi dugók, ha úgy tetszik, mind-mind az ott élők biztonságát szolgálva. Kívánom azt önöknek, hogy ezek a beruházások folytatódjanak a környéken, amelyek érintik a térséget is, és mielőbb legyenek részesei annak, hogy ez az út, amely most elkészült, inkább gépjármű, személygépjármű forgalom lebonyolításában és átmenő forgalom biztosításában, mint amint látható teherautó forgalom lebonyolításában részes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy megújul Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legbalesetveszélyesebb, legforgalmasabb belterületi útszakasza, a 4-es kenderesi szakasza. Ez egy 2 kilométeres belterületi rész a 4-es főforgalmi útból, és jól tudjuk, azt különösen, aki kenderesi, jól tudja, hogy milyen állapotok voltak. A hatalmas forgalom évtizedek igénybevétele elkoptatta ezt az úttestet. Most örömmel adjuk át újra a forgalomnak, hiszen egy 500 millió forintos beruházás keretében teljesen új aszfaltréteg, felfestések, zebra, forgalomtechnikai berendezések kerültek kialakításra, illetve beépítése a legmagasabb színvonalon és a legjobb minőségben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kenderesiek emlékeznek rá, én is itt éltem abban az időben, hogy 1974-ben volt az utolsó teljes átfogó felújítás. Gyermekkorom egyik messzetűnő emlékének lehet ezt tekinteni. Azóta voltak kisebb vagy nagyobb beruházások, de soha nem volt arra elég pénz, illetve elég erős szándék, hogy egy ilyen átfogó felújítás megtörténjen. A Nemzeti Ügyek Kormányának személy szerint nekem is kifejezett célunk az, hogy a vidéki életminőség, a közlekedés feltételei javuljanak, az utakat hozzuk helyre, a főutakat és a mellékutakat egyaránt. És az önkormányzatokat is hozzuk olyan helyzetbe, hogy lépésről lépésre a belterületi útjaikat tudják felújítani. A biztonságos közlekedés, az élhetőbb környezet, a települések versenyképessége és ezen keresztül a megélhetésünk is múlik azon, hogy megfelelő ütemben az útfelújítások, új útépítések is megtörténjenek. Erre a szándék, a tervek és a költségvetési háttér is rendelkezésre áll. Én bízom abban, hogy az elkövetkező években még jó néhány más fejlesztésről, autópálya, autóút építésről is számot tudunk adni. Hozzátartozik a idejévi fejlesztések az, hogy hamarosan megindul a fegyverneki belterületi szakasz, a szapárfalui belterületi szakasz felújítása is. Tehát így tulajdonképpen a négyesnek, a megyének itt a keleti szélében, a Nagykunságban húzódó szakasza az tényleg európai színvonalra tud fejlődni. Én gratulálok ehhez a fejlesztéshez Kenderes városának és a itt élőknek, hiszen ez ebben az évben a legnagyobb beruházás. Erősíti azokat, amelyek már megvalósultak, és jó alap a folytatásra is. A település történetében azt hiszem nem túlzás, egy város történeti jellegű időpontnak, pillanatnak vagyunk a részesei. Én szeretném megköszönni a tervezők, az előkészítő munkálatokban résztvevők, a kivitelezők munkáját, a hatóságok, közreműködő szervezetek munkáját, hiszen máshogy nem lett volna lehetséges az, hogy ezen a rendkívül forgalmas szakaszon ilyen rövid idő alatt, ilyen hatékonyan sikerüljön elvégezni a munkát. Számítunk arra, hogy ez a megye más településeinél is így lesz. Számítunk arra, hogy a hatóságok, a vállalkozások, az állami útfenntartó szervezetek együttműködése ilyen példaértékűen fog megvalósulni. Én balesetmentes közlekedést kívánok Kenderes lakosságának, mindenkinek, aki erre közlekedik, és hallhatjuk azt, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy normál forgalom az, amelyet kíséri ezt az ünnepséget. Bizony ez jól tudjuk, máskor hangos csörgéssel volt kísérve. Azt hiszem a település életminőségéhez, a városi életszínvonalhoz ez is hozzátartozik. Úgyhogy még egyszer gratulálok, sok ilyen eredményes munkát, beruházást kívánok minden kedves résztvevőnek. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek, és további kellemes nyaralást!